Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Én Falusi Márton vagyok, író, költő, irodalom és eszmetörténész. A Század Vég Politikai Gondolkodás Kutató Intézetében irodalom és politikai identitás, az irodalom eszmetörténeti vonatkozásaival foglalkozom, és a mai nap Csóri Sándor személyiségével, életművével fogunk foglalkozni. Bemutatom beszélgető társaimat, Nagy Gábor író, költő, irodalomtörténészt, és Farkas Attila filozófust. Mindhármunknak vannak személyes kapcsolódásai Csóri Sándorhoz, nem csak az életművéhez, hanem a személyiségéhez is. Gáborral a Hitel folyóirat szerkesztőségében együtt dolgoztunk, és mondhatom azt, hogy Sándor atyai jó barátunk és munkatársunk volt. Azt félve mondom, hogy a főnökünk, mert nem volt egy főnök típus. Úgyhogy azért fordulok Gáborhoz, hogy egy kicsit fölelevenítse ezeket a személyes emlékeit. Hogy ismerte meg Csóri Sándort, és egyáltalán hogy lett fontos személyiség a te költészetedben, a te pályádon, a te indulásodkor? A személyes ismeretségünk kezdete egy elég érdekes, szürreális emlékhez kapcsolódik. Én már 94-ben publikáltam a Hitelben, ez volt az első alkalom, akkor egy elég kis gyarló verset, amit költői mesteremhez, Baka Istvánhoz írtam, aki akkor nagyon beteg volt, Ráolvasás címmel, és a debreceni tanárom, mesterem Görömbei András azt mondta, hogy a Hitel hozni fogja ezt a verset. Majd később kritikákat, tanulmányokat küldtem a Hitelnek, de nagyon sokáig nem jártam én a szerkesztőségben. Eleve 98-ban kerültem Budapestre, és Csóri Sándort a maga személyében először, televíziót és hasonló dolgokat leszámítva, az Írók boltjában láttam. Ő nyilván akkor még személyesen nem ismert engem, és 2000 februárja volt, emlékszem, hosszú fekete lódenkabátban volt, és a karján akkor még volt az Írók boltjában kosár. Ilyen szép fonott kosarak voltak az emlékeim szerint, bevásárló kosár, és az teli volt könyvvel, vagy 20-25 könyv, és hát meglepődve és szégyenkezve fedeztem föl, hogy a kosár tetején ott van az én 99 decemberében megjelent kis verseskötetem, a Modigliani Aktal a címlapom, és hát azért is szégyeltem el magam, hogy hát nekem annyi eszem nem volt, hogy a Hitelnél publikálok, és hogy én küldjek neki egy dedikált példányt, bár hát még csak 2 hónapja jelent meg, és ő akkor ezt megvásárolta. Nem szólítottam meg, nem mentem oda hozzá, de fél év múlva körülbelül én akkor már a Széphalom könyvműhelynél dolgoztam. Először a Forgácsok a Földön című esszékötetét hozta oda kiadásra. Akkor ismerkedtünk meg tulajdonképpen, és utána meg fél év múlva a Csöndes tériszony című kötetét, és annak én lehettem a szerkesztője. És akkor volt egy alkalom, hogy azt mondta nekem Sándor, hogy üljünk le valahol beszélgetni. Elhívott a Benc úr utcába, a Benc úr hotel teraszára. Talán megittunk egy korsó sört együtt, meg egy kávét, és hát azt nem mondhatnám, hogy beszélgettünk. Azt meg pláne nem tudom, hogy pontosan akkoriban miről beszéltünk sajnos, de arra emlékszem, hogy folyamatosan kérdezett. Tehát ő nem okított, és nem nevelni akart, arról kérdezett, hogy mit szeretek olvasni, milyenek a mai fiatalok, van-e kapcsolatom a nemzedéktársakkal, ez nagyon fontos volt számára, és hát én nekem akkor nem nagyon volt még kapcsolatom a nemzedéktársaimmal, hiszen nemrég költöztem Budapestre is, a Debreceni Egyetemről, és mik a terveim, miket fogok írni, tehát ahhoz képest, ugye, hogy azt szokták mondani a közéleti politikai szerepet vállaló Csóri Sándorról, de még a költőről is, hogy váteszi, és megmondó alkat, és megnevező alkat, én azt vettem észre, hogy kételyekkel vívódó, kérdező típusú ember. Ez nagyon fontos, és ezeknek a beszélgetéseknek nem titkolt célja az, hogy bizonyos sémákat és hiedelmeket lehántsunk az alkotókról, úgyhogy erről majd részletesebben is beszéljünk.
És a kronológia kedvéért azt mondjuk el, hogy a Hitel folyóirat terve még 1982-ben, tehát I. és életében vetődött föl, I. és Gyula és Csóri Sándor kapcsolatában beszélgetései révén, hogy legyen egy a hatalomtól független irodalmi közéleti folyóirat, de csak 1988-ban indulhatott el, ugye akkor már I. és régen nem élt, és különféle folyóirat botrányok tarkították a 80-as éveket, ugye 1983-ban a Mozgóvilág botrány, aztán az Újforrás botrány, 86-ban a Tiszatáj botrány, ezeket ismerjük, és ezután robbanhatott be a Hitel folyóirat a magyar közéletbe. Gábor meg én, mi már egy későbbi időszakban kerültünk be a szerkesztőségbe, amikor havi irodalmi folyóirat volt, de olyan egyéniségek ültek a szerkesztőségi asztalnál, mint Görömbei András, Tőkécki László, Döbrentei Kornél, Ág István, Pap Endre, tehát egy igen széles paletta volt. És Attila, te hogyan ismerkedtél meg Csóri Sándor életművével? Igen, tehát hagyd kapcsolódjak az előzőekhez annyiban is, hogy most vált ez véleményvezér, megmondó ember. Ez az írásaiból valóban nem így tűnik. Hát az írásaiban is kérdező, problémafelvető, vívódó alkat. Tehát nyilván, amikor politikába lép be valaki, akkor ott más szabályok vonatkoznak a megítélésre, ott számolni kell az ilyen támadásokkal. Ugye? Na most nekem más személyes élményeim vannak Csóri Sándorról. Én ilyen értelemben személyesen nem ismertem. Hát ismertem, ahogy a nyilvánosságban megjelenik, tévében, rádióban, ilyen nagygyűlésen talán, meg ott is. Nekem a személyes élményem az olvasmányi élményekből táplálkozik, és abból a rendszerváltást megelőző néhány év és azt követő néhány év politikai és közéleti dolgaiból. És akkor én már elkezdtem Csórit olvasni, ott a legfontosabb írásait olvastam, és majd az életműnek a hát valamelyest hatalmas életmű, ennek valamelyest szisztematikusabb áttekintését pedig hát elmúlt 4-5 évben próbáltam meg, de rendkívül fontos viszonyítási pontnak tartottam a politikai nézeteit, közéleti tevékenységét és művészettel kapcsolatos teoretikus megnyilvánulását a 80-as évek végén, 90-es évek elején. Valamelyest figyelemmel kísértem azt a vitát is, amely ott a 90-es évek elején a Nappali Hold című kötet kapcsán, nem, a Nappali Hold című kötet egybekezdése kapcsán tulajdonképpen itt szárba szöktek. Ugye ez egy naplósorozat amelyet a Hitel közölt, és tulajdonképpen az egyik epizód, az egyik darab, sorozat darabnak az egyik bekezdése Igen. De most, ami a személyességeket jelenti, én már akkor is ugye filozófia történetet olvasgattam, ma is a eszmetörténettel is foglalkozom, de inkább a modern korszakkal ugyan, de inkább a mondjuk a második világháborút megelőző. És azért nagyon érdekes egy olyan figurával foglalkozni behatóbban, aki akkor élt, amikor már én is észnél voltam. Ugye én a személyes élményem, hogy én a rendszerváltás előtt néhány évvel lábbal éltem túl a tinédzser éveket. És a rendszerváltás környéken ugye fiatal felnőttként ugye tájékozódás, különböző eszmei irányzatok közt, világnézetek közt, hogy konkrét legyek, mondjuk a nemzet szerepe, hogyan alakul most ezek után, ezekben a kérdésekben több volt, mint puszta teoretikus viszonyítási pont, és így éltem a személyes, hogy személyes életemben jelent meg a szerző, Arisztotelész nem jelent meg a személyes életemben, ilyen értelemben. Így gondolom. Egyébként visszatérve arra, amit te is kérdeztél, Marci, hogy hát előtte olvasmány élményként most eszembe jutott, hogy a gyerekkori könyvespolcomon az első Csóri kötet, ami megvolt, hozzáteszem véletlenszerűen, mert nem volt, aki ebben engem irányítson, ami a Körmendi könyvesboltban volt, belenéztem, megvettem, úgyhogy nagyon vegyes könyvgyűjteményem volt, de a Világemlékművei 89-es. Érdekes, nekem ez talán a második kötet volt, amit az antikváriumban beszereztem. Én azt a Körmendi könyvesboltban még 17 évesen, én 17 éves voltam 89-ben, és aztán visszatérve oda, ugye, hogy a szerkesztőségbe kerültünk, én 2010-ben lettem a Hitel szerkesztője, akkor, amikor Görömbei András akadémikus is lett, és nagyon megsokasodott a munkája, az egészsége ugyanakkor meg kezdett megromlani, és tulajdonképpen az ő kritika rovat vezetői helyére kerültem.
és akkoriban Csóri Sándor még rendszeresen bejárt a szerkesztőségbe, és hát én megszeppenten ültem ott a kritika rovat vezetői székben András helyén, bár még András is bejárt utána is sokáig, és ott is mindig azt láttam, hogy mindenkit körbe kérdez a világ dolgairól, a hitel dolgairól, az irodalom dolgairól, és nem kinyilatkoztatott. Kezdjük is el akkor az életművét övező, hát hiedelmek, a ráagatott címkéknek a kicsit megkapargatását és felülvizsgálatát. Többen megfogalmazták róla azt, hogy a korszerű nemzettudat megteremtése állt életművének a homlokterében, ami szerintem nem egy címke, mert ez így is van, de mit is jelent ez? Ugye az, hogy nemzeti költő, ez a kifejezés, ez talán Vörösmarty Mihálytól eredeztethető a magyar eszmetörténetben, Vörösmarty, Petőfi, Ady, Babits, és folytathatnánk a sort. Azt szokták mondani, ez még az újságírói nyelvben is egy bevett szófordulat, hogy Csóri Sándor volt az utolsó nemzeti költő, egy olyan szereptudatnak a letéteményese és hordozója, amely az ő halálával már nem folytatható többé, és ezt a szereptudatot némileg korszerűtlennek nyilvánítva összeszokták kapcsolni azzal, ami viszont szerintem már egy kártékony címke, hogy tudnélik, egy váteszi képviseleti költészet az övé, ami kinyilatkoztat, ami a többes szám első személy pozíciójából beszélve az egész nemzet, a politikai közösség nevében szól, noha erre senki sem hatalmazta föl, és ilyen módon egyenes, direkt beszéd formájában akarja megmondani mindenkivel azt, hogy mi a véleménye, akarja tudatni mindenkivel azt, hogy mi a véleménye a világról, és könyörtelen, vitaképtelen beszédmód ez. Ezt tulajdonképpen Csóri Sándor személyiségére szokták mondani, de rávetítik az ő esszéire és költészetére is, ami már hát egy külön érdekes logikai fordulat, hiszen egy esszé, ami a kísérletezés terepe, az hogyan lehet a direkt beszédnek a formája, nem is beszélve a költészetről. Hogyan látott Gábor ezt a nemzettudatot, különösen a költeményeinek viszonylatában? Ha most ezt általánosságban nézzük, tehát az egész költői, írói pályáját tekintve, akkor ebben nagyon sok tévedés van. Egyrészt az a fajta kultúrhéroszi szerep, ami Nagy László költészetében én szerintem teljesen érvényes és működő, és amit úgy szoktak leértékelni, hogy miként mindenkit akar képviselni, és milyen alapon. De hát ez a kultúrhéroszi költői magatartás, ez tulajdonképpen a mítikus időkben nyúlik vissza, és ennek a népköltészetben ugyanúgy megvolt a funkciója, mint hogy meg lehet a modern irodalomban is a funkciója. Na most az kétségtelen, hogy Csóri Sándor igazi költészete az Juhász Ferenc, Nagy László hatásából, I.S. Gyula hatásából sarjadt ki. De hát a Csóri versek azok gyakorlatilag a személyiség vívódásáról szólnak alapvetően. Az a fajta dráma van a Csóri versekben, hogy a személyiség, amely egyébként nem úgy felnagyított, mint mondjuk a Nagy Lászlói kultúrhéroszi személyiség, hanem a mindennapok világában vívódva él, az azt érzékeli, hogy ütközik azzal, amit a valóságban, a világban tapasztal. Tehát ő a személyiségével a abszolút szabadságot, a kötetlenség nélküli, a szellemi szabadságot követelte, várta volna, és ugye hát nem igazán adatott meg az ő életében a rendszerváltozás, hogy semmiképpen egy olyan fajta szabadság élmény, amit elvárt volna, ezért az ő személyiség alkata folyamatosan ütközésben van azzal a világgal, ami körülveszi, és amelybe belevettetett, és amelyről tulajdonképpen beszél, és ő nem föloldja ezt a feszültséget, hanem ez szikrázik a verseiben, és valóban a fennkölten züllő ország, ez hát az én országom féle kérdése, hát lehet erre azt mondani, hogy ő kinagyítja magát ország, nyilván nem erről van szó, miért nem mondhatná egy személyiségében teljes ember azt a kérdést, hogy ez hát az én országom?
Nagyon érdekes módon összekapcsolódik egyébként az irodalom történetírásban is az eszmetörténet és a poétika. Szokták azt mondani, hogy a líra központú irodalom történetet végre a rendszerváltás előtt, tulajdonképpen a 80-as évektől elkezdte fölváltani a regény központú szemlélet, ami azt is jelenti, hogy a szerző már nem monologizál, hanem dialógust, párbeszédet folytat. A regény az egy demokratikusabb megszólalásmód a vershez képest. Ugye Gábor erről beszélt poétikailag, de mi a helyzet eszmetörténeti szempontból és az esszéket elemezve? Hát én is azt nagyon úgy gondolom, hogyha egy átlagembernek megengedett az, hogy beszéljen a nemzeti érzéseiről, problémáiról, beszéljen többes szám első szemében, akkor talán egy költőtől sem feltétlenül kell ezt megtagadni. Ugye? De amire mielőtt az esszékről néhány dolgot mondanék, hogy utolsó nemzeti költő, ha jól értem, azt mondtad. Hát nem kérdést világos, nem tudjuk, tehát a jövő az azért ettől kiszámíthatatlanabb, nem tudjuk. De akik ezt mondják, szerintem arra utalhatnak, hogy itt a költészetet próbálják menteni, megmenteni, mert a nemzet fogalma lejáratja a költészetet. Hát a nemzet már a marxizmusban is, a marxizmusban is egy elítélendő valami volt, amin a történelem már túllépett. Jó, hát még ilyen gyarmati felszabadító nemzeti mozgalmak, azok még ugye elfogadottak a harmadik világban, no de hát már a kapitalizmusban a nemzet bebizonyította, hogy csak háborúkat lehet a nevében viselni, és egyebeket. Hát ha meg már ilyen szocialista rendszerben vagyunk, akkor úgyis nemzetköziség, internacionalizmus, egyebek vannak, hát itt meg aztán már ez egy avid dolog. Szerencsére ez a fajta szocializmus megbukott, de ugyanakkor jelentkezik ez az egyéb oldalról jelentkező újabb politikai irányzatok, a különböző posztmodern irányzatok, amelyben ugyan érdekes a helyi szín, meg akár még a nemzeti is, ha az Európán kívül van, de hogyha a nyugati világban tájékozódunk, ott fontos a lokális, fontos a globális, fontos a helyi közösség, fontosak a különböző helyi szerveződések, spontán módon létrejövő akár online térben megjelenő közösségek, de a nemzet az nem csak, hogy nem fontos, az veszélyes. És akkor ezzel így a költészetnek, ugye, tehát meg szeretjük mindannyian, és a költészet hozzákapcsoljuk, gondolom így érvelhetnek, hozzákapcsoljuk egy ilyen veszélyes fogalomhoz, akkor lejáratjuk, úgyis kevés olvasó van, még kevesebb lesz, hogyha olyan verseket kell olvasniuk, hogy hát ilyen megmondó emberek. Hát a megmondó embernek ott vannak az influencerek, most már a költők ezzel ne törődjenek igazából. Igen, ez is egy érdekes fölvetés, hogy a szerepek hogyan alakulnak át, de maradjunk egy kicsit még a nemzet fogalomnál. Honnan veszi ezt Csóri? Nyilván a 19. századig visszanyúlóan, sőt a 18. századig visszanyúlóan elemezhetnénk, de maradjunk csak a közvetlen előzményeknél. Gábor poétikailag Nagy László és Juhász Ferenc költészetét kiemelte. Tulajdonképpen Csóri rengeteget hivatkozott például Berzsenyire, aki szintén ide kapcsolható. Ne haragudj, Marci, menjünk egy picit visszább a Nagy László Juhász Ferenc történettől a Csóri Sándor közvetlen indulása időszakához. Csóri Petőfi versek hatására indult, és petőfis poétikát próbált valamiképpen modernül csinálni, és hát az a furcsa dolog történt, hogy 14 verse jelent meg egy időben, 12 a Csillagban, 2 a Új Hangban, azt hiszem, hogy 52 körül, és gyakorlatilag párt dicséretet kapott, hogy Nagy Imre reformprogramja előbb megvalósulhatott volna, hogyha ezek a Csóri versek előbb ismerté válnak. Tehát tulajdonképpen akkor nyilván nem feltétlenül az ő verseinek a szándéka ellenére, valamiképp akkor még nem nemzeti, hanem egy pártprogram támogatójaként dicsérték. Az egy másik kérdés, hogy ő ezeket a verseket soha többet nem közölte, nem vette föl a későbbi köteteibe. Ezt csak azért vetettem közbe, hogy már itt tulajdonképpen lehet, hogy akarata ellenére őt valamiképp a egyszerű költői mezőről fölemelték egy állami
piedesztálra. Igen, ez nagyon fontos egyébként, hogy a szocializmusnak a kulturpolitikája, ami egyébként is sokféle volt, mert egy Horváth Márton, Révai József az nem volt ugyanaz, mint egy Acél György, de alapvető stratégia volt, amit azért ma már nagyon nehéz megérteni, hogy kisajátítsák, az volt a cél, hogy kisajátítsák a fontos életműveket. Ugye így járt Ijés Gyula, Németh László, vagy akár Kodály Zoltán is, és ezzel a kisajátítási gesztussal próbálták meg hitelteleníteni. De tulajdonképpen mindig is a politikai hatalom, az uralom volt rászorulva az irodalmi művekre, és ez szerintem egyébként a rendszerváltás után radikálisan megváltozott, mert ma már inkább az alkotók keresik a politika szövetségeseit, vagy politikai szövetségeseiket, hogy a különféle erőforrásokhoz és díjakhoz hozzáférjenek, de ezt csak zárójelben jegyzem meg. Amire én utaltam, az Csóri Sándornak a népiség felfogása, és hogy a népi mozgalom az hogyan hatott rá. Ugye különösen Ijés Gyulát és Németh Lászlót lehet kiemelni, de hát sokakról beszélhetnénk, mert a Petőfi képéről, az Adi képéről is külön beszélgetést folytathatnánk. De Attila, te hogy látod ezt a Németh László hatást például? Igen, tehát visszakanyarodva az eredeti kérdésedhez, hogy most árnyaltál, hogy hát hogy milyen nemzetfogalom ez. És valóban 19. századi eredetű nemzetfogalom ez, de azzal a módosítással, amit a népírók ebben tekintetben véghez vittek, és mindjárt egy Petőfi dologra is, Petőfi kapcsolatra is mondok valamit. Hát az a változás történik szerintem a népírókkal, vagy az az újabb lépcsőfok következik, vagy újabb szakasz, hogy itt a nép és a nemzet fogalmának az egymásra való vonatkoztatása, hogy a nemzet szempontjából, nemzeti létünk szempontjából a nép beemelése a nemzetbe, a népi kultúra integrálása a nemzeti kultúrába, ez rendkívül fontos. És itt néhány olyan fogalmat szeretnék vagy olyan mondani, amit ugye negatív értelemben szoktak, ugye parasztromantika, meg ilyen idealizmus olyan értem, hogy visszavágyóda valahova, ilyen nosztalikus valami, erről a népi írók esetében szó sincs. Egyébként mindenféle hát érzelmes megnyilvánulása Csórinak volt nyilván a gyerekkorával kapcsolatban, de ő se kívánta volna azt az életformát úgy, ahogy van egy az egybe, a maga civilizációs szintjén úgy megőrizni. De vannak a népi kultúrában, népművészetben, a népdalban, a balladában olyan értékek, amelyek a modern állam szempontjából nélkülözhetetlenek, vagy a modern nemzet szempontjából, és ott például a nemzet meg az állam fogalmának különbségére visszatérhetünk. Ebben a nemzetfogalomban benne van Petőfi, de viszont már egy újabb Petőfi kép jelenik meg nála, hogy a Petőfi féle népi realizmus az nem igazán, vagy nem elég. Azon kívül egy népi szürrealizmus, a modern kultúrával való kapcsolata a népi kultúrának nagyon fontos. És ott van egy vitapontja a Csórinak a mesterei, a népírókkal, Németh László, Ijés Gyula kánonjával, hogy ők az egyébként nem érték nélküli Erdélyi Józsefet tekintették ennek a Petőfi vonal modernizált változatának. Nyilván most nem kell nekünk pontosan megítélni Erdélyi József költészetét, de ezzel szemben József Attila az, aki szintén a népihez kapcsolva, nem csak a proletár költőhöz, meg az őrült költő toposzához, hanem a népi nemzeti költőzethez kapcsolva, ez a fajta új nemzeti gondolat, ez jelenik meg a Csórinál. Attila, emlegetted most József Attilát, és eszembe jut, ugye, hogy hát Csóri Petőfi felől indul, miközben lehet tudni, hogy ő pápai református diákként, amikor ugye valaki a diákok közül a társát meglopta, ellopott 30 új forintot, és Csóri Sándor, mint korelnök, diák és terítő, és tehát komolyabb funkciója volt a diák közösségen belül, azt mondta, hogy hatukat, mert más nem lehetett, bezárkóztak egy szobába, és azt mondta, hogy addig innen senki ki nem megy, amíg végre valakiben nem vallja, hogy mi történt, és az egyik fiú bevallotta, hogy édesanyja gyógyítására ő lopta el a 30 forintot. Csóri akkor már újságíró volt a pápai lapnál, odaadta neki a 30 forintot, azt mondta, hogy add vissza annak, akitől elloptad, és egy-két hét múlva ettől a fiútól megkapta a Cserépfalvi József Attila kötetét.
És fölmerült, hogy akkor ő miért maradt meg még az elején ennél a teljesen más Petőfiből építkező, egyszerű, a népnyelvén próbál beszélni próbáló költészetnél, és azt mondta, hogy az annyira külön világ volt, az a József Attila világ, és az 50-es évek sematikus viszonyai között sem tematikusan, sem akkor még poétikailag nem tudott ehhez kapcsolódni. Tehát érdekes módon ott van egy nagyon erős József Attila élmény, ami nyilván ott maradt benne, és csak később Juhász Ferenc Nagy László 55-ös atomrobbanása után, ahogy ő mondta, hogy poétikailag egy atomrobbantást vittek véghez, akkor tudta József Attila hatást is földolgozni. Térjünk vissza arra, hogy azt a Gyulai Pál, Erdély János féle népiség fogalmat, azt hogyan alakította át Csóri Sándor. Itt ugye két kategóriát szokás említeni. Az egyik, amit Attila már te fölhoztál, a népi szürrealizmust, ami szintén elég ellentmondásos, mert Csóri Sándor szürrealista költő biztos, hogy nem volt, ugyanakkor ő ismert esszéiben, például a Tenger és Diólevélben a népdaloknak a szürrealizmusát is kimutatta. A másik fogalom pedig az, amit Németh Lászlónak a Magyar Műhely című esszéjéből szokás eredeztetni, a Bartóki modell fogalmát, hogy miben is áll ez a Bartóki modell, illetőleg ez a népi szürrealizmus a maga szerencsétlen megfogalmazásával is pontosan mit takar? Hú, most sokat és hosszat, bonyolultat kérdeztél. A Bartóki modellről ugye sokat írt maga Csóri, ugye Németh Lászlótól származik a fogalom. Azt hiszem, hogy Jánosi Zoltán fogalmazta meg a legrészletesebben ugye ennek az elméletét, amiben benne van az archaikumnak a hagyománya, annak a modernségbe való beemelése, és az archaikus világmodell és a jelenlegi világmodellnek valamiféle összekapcsolása, ütköztetése. Ez nagy vonalakban azt hiszem, hogy Csóri Sándor költészetére is alkalmazható. Azt, hogy ő népi szürrealista lett volna, nyilván igazad van, nem mondhatjuk, ugyanakkor a népdaloknak és André Breton és más francia Apollinaire szürrealista költőknek a hatására azért nagyon finom látványelemekkel beépít, tehát az ő képeibe mindig van valami meglepő, valami váratlan, valami csodaszerű, tehát ennyiben tudnám őt a szürrealizmushoz kapcsolni. A Bartóki modellről azt hiszem, hogy ő elméletileg jóval többet írt, mint amennyire igazából, főleg a érett későbbi, érett és kései Csóri verseket, ha nézzük, mint amennyire ő ehhez szorosan oda kapcsolható volna. Igen, de ha teljesen egyetértek, annyiban egészíteném ki, hogy azok a költők, akiket most itt emlegettünk, vagy emlegettetek, ugye Csóri József Attilából is a szürreális emeli ki, Nagy László Juhász Gyula, Juhász Ferenc, bocsánat, verseiből is ezt a vonalat emeli ki, maga valóban kevésbé, hogy én ismerem a verseit, kevésbé mondható szürrealista költőnek, szinte egyáltalán nem, de az nagyon fontos ott azokban az eszékben, amikor a Bartóki modellről ír, hogy kimutatja a nép balladáról, hogy az egy szürrealista vers tulajdonképpen. Igen, ugye a Szántottam gyököt, az igen, egykor elindul a 12 könyvébe. Igen, a két eszébe, és ez nagyon fontos, és igen, hogy visszakanyarodjak még egy pillanatra a nemzet problémájához. Nyilván ezek a szálak összefonódnak Csórin, ezért érdekes életmű, vagy ezért fontos életmű. És nagyon az olvasót nagyon magával ragadja az a módszer, amit egyébként Németh Lászlótól fejleszt tovább, vagy visz tovább, hogy egy ilyen költészeti, esztétikai, művészetfilozófiai, kultúrfilozófiai eszmefutatásokat átkapcsol a politika területére. Az, hogy nem igazán értette meg a balladát se Petőfi, se Arany, amelyre kellett volna, pedig azt meg kell érteni, hogy az őszinte szembenézés az eseményekkel, az illúziók szétfoszlatása,
hogy nem igaz az, hogy mi vesztettünk ugyan, de az eszméink győztek, szembe kell nézni a valósággal, és ez a politika lényege is. Tehát egyből ezt itt szülődje leír, egyből a irodalomból átköt a politikába, ahogy egyébként annak idején Németh László is tette, és erre írja ott 45 után, 46-ba talán Bibó István, hogy lehet, hogy egyeseket meglep ez a Némethnél ez a szoros kapcsolat, rövidre zárása a politikának és az irodalomnak, de a problémafeltáró szándék teljesen releváns benne. Ugye? Ahogy az őszinte szembenézés az Bibónál is nagyon erősen megjelenik. És ez a fajta több-több szálnak az egybesodrása egy ilyen vastagabb kötélbe, ez nagyon jellemző Csórinak az életművére, hogyha az egészét kéne is nagyképűen megítélni, hogy a politikum, az esztétikum, a morál, az nagyon fontos, mert én arra gondoltam tegnap, hogy Csórit, mint moralistát is méltathatnánk. Ez nem divatos kifejezés egyébként, most már az a moralista, aki hát elmondja, hogy emberek, de rosszak vagytok, legyetek meg kicsit jobbak. Ugye? De az erős morális elkötelezettség, amit a művészettel és a politikával szembe tanúsít, az is egy szála az ő életművének. Igen, itt a Bartóki modellhez azt az emblémaszerű metaforát tulajdonképpen, amelyet Csóri a Tenger és Diólevélbe fölelevenít, ezt hadd idézzem föl a nézők kedvéért, ugye azt mondja, hogy az archaikus és a modern úgy találkozik ebben a modellben, ahogy Szatmár Csekén, ugye a csónakos fejfák és igen, kölcseinek igen, a klasszicista igen. síremléke, vagy egy másik példát, az Empire State Building és a Picasso által is felfedezett afrikai totemek. Tehát ugye ezeket szikráztatja össze tulajdonképpen nagyon távoli képzettársításokat a Csóriféle vers és esszé is, és egy pillanatra hadd kapcsolódjak még vissza ahhoz, amit mondtál, a moralista Csóri Sándor. Ugye Thomas Mannnak van egy híres könyve, az Egy apolitikus ember elmélkedései, amelyben használja azt a fogalmat, hogy szellempolitikus. Uh-huh. A szellempolitikuson azt érti, hogy se a szellem világában, se a hatalom világában nincs igazán otthon, de mind a kettőből helyet kér uh-huh. magának, és ezt nagyon sokan kifejezetten kártékonynak minősítik, akár egyébként Bibó István szerepfelfogása is sokszor ide sorolódik, hogy ez a fajta szellempolitikus, ez mennyire volt igaz Csórira, és valóban egyetérthetünk-e azzal, hogy ez egy kifejezetten káros dolog, tulajdonképpen ez a politizáló értelmiségi, egy picit ugye a Mannheimi lebegő értelmiségi víziójához is kapcsolható, mert azt hiszem, hogy a rendszerváltás után nagyon sokan emiatt is kérdőjelezik meg Csóri Sándor életművét. Kétség, ha most én folytathatom, megengedett. Hát kétségtelen, de akkor, ha már ezzel a nyomon tovább megyünk, nem csak ilyenfajta eszmei vagy szellemi politikus volt, hanem kimondottan politikus is volt ott a NDF alapító alelnök, ha jól emlékszem, és ott 90-es évek elejéig aktív politikus. Hát most ott szoktak azt is mondani, hogy az lett a megoldása, hogy profi politikusok jöttek ezek helyett a eszmei, vagy szellempolitikus, ha jól, igen, szellempolitikus helyett, politikusok helyett. Hát a politika szakmává vált, de azért imittam, ott elő-elő fordulnak, és abban a korszakban gyakori volt, ezen mondjuk a Václav Haverre, ha visszaemlékszünk, például köztársasági elnök, akkor még Csehszlovákiában, ugye? Tehát itt nálunk is a köztársaság elnök is egy író volt, Göncz Árpád személyében. Ugye, aki jó, műfordító és író is, ugye. Szóval akkoriban ezekben a kihegyezett, hát történelmileg nagyon tűhegyére állított szituációkban elő-elő fordult ilyen, aztán amikor visszatér a politikának az üzemszerű menete, akkor ezek talán kevésbé jellemzőek. Ugye úgy gondolom. De hogy ez feltétlenül veszteség egy társadalmi nemzet számára, hogy időnként ilyen költői vannak, akik aktív politizálásba kezdenek, nem gondolnám, hogy ez feltétlenül veszteség, nem is feltétlenül nyereség, adott szituáció dönti el, szerintem. És Gábor, te hogy gondolod, mennyire terhelte meg nem Csóri Sándor költészetét, hanem a költészetének a recepcióját ez a fajta fölfogás. Az megterhelte. Mert itt szerintem élesen különválasztható a kettő. Ugye Csóri verseiből egyébként a politikumot nagyon nehéz kihámozni. Tehát néhány olyan verse van, mint mondjuk az Idegszálaival a szél, vagy egy-két ilyen verse Trianonról, ahol nagyon explicit az utalás politikai történelmi eseményekre, de alapvetően egy nagyon személyes, vallomásos, elégikus hangvételű, a szerelmi líra
hagyományát folytató költészet az övé, ugyanakkor mégis nagyon hozzá szeretné kapcsolni a recepció ahhoz a fajta szereptudathoz, amiről eddig beszéltünk. Leválasztható-e erről ez? Térjünk vissza a cselekvő Csórihoz. Eszembe jut az a történet, amikor hazamegy Zámolyra, és édesanyja kihívja a kapu elé, és azt mondja neki, hogy fiam, nézd a disznócsortát. Mondja, hogy a kondát ők Zámolyban csordának hívták. És hát mondja, hogy édesanyám, nem egy látom. Disznó van, csak ugye? Nem látom, de nézd jobban. Hát nem látom most se, de csak nézzél. És egyszer csak megjelenik egy csüngő, csöcsű, koszos disznó, és hát mondta, hát ez az egy van, ez. És ezek után hívja le Zámolyba Benyámin Lászlót és Zelek Zoltánt beszolgáltatások idején, ahol ugye az a tréfás dolog megtörténik, tréfásnak, ha lehet ezt így utólag mondani, hogy Zelek Zoltán kikel magából, mert ott a beszolgáltatást intéző alak az tiszteletlenül szól valamelyik parasztemberhez, és Zelek Zoltán előáll, hogy kérem szépen, nem tudom maga kicsoda, de én kétszeres Kossuth díjas költő vagyok, és mondja neki az Ürge, hogy mind a kettőt leszarom. Na most beszéltünk itt erről, hogy lokális és hasonló, tehát a Csóri szülőföldhöz viszonyuló költészetében nincs semmiféle nosztalgia. Nagyon ritka, nem nagyon van, csak a korai költészetében falusi életképe. Tehát ő, amikor akár szülőföldről, akár nemzetről beszél tulajdonképpen, teljesen a teremtett világ szférájába utalja úgy, hogy azt teljesen erőszakolt dolog, bármiféle aktuális politikai viszonyrendszerhez igazítani. Ő neki volt egy, ahogy te mondtad, moralista volt egy nagyon szilárd morálja. És tulajdonképpen mindig ezt kéri számon, a szabad gondolkodás légkörét. Bevallom, én is beleestem abba a sodrásba, hogy olyan tanulmánysorozatot írtam, hogy Csóri és kortársainak a nemzeti gondolatokkal kapcsolatos költészetét elemeztem. Ma már nem ez érdekel Csóri költészetében, és rájöttem, hogy tulajdonképpen ez így explicit nem is igaz, nincs nemzeti költészete, nincs szülőföld költészete. Tehát Zámolj neki egy modell, ráadásul országmodell. Tehát nem Zámolj az én szeretett szülőfalum, ahova mindig visszavágyom és hazamegyek, hanem a Zámolj abban az időben, az akkori 50-es évekbeli beszorítottságnak, nyomorúságnak a modellje. Ugyanígy később, akár Budapesten él, akár Esztergomban él, ezekről a terekről szóló versek, azok tulajdonképpen egyetemes problémákat villantanak föl. Tehát nagyon leegyszerűsítő, hogyha őt ez a politizáló költészethez kapcsoljuk. Illetőleg, ha már a nemzettudat és Csóri költészete, akkor tulajdonképpen ahhoz az Esvarga Páli hagyományközösségi paradigmához lehetne kapcsolni, amely szerint a nyelv és a gondolkodás szerves egységben van, és a kettő nem választható el egymástól, és maga a nemzettudat Csórinál a nyelvhasználatban, akár a költői, a művészi nyelvhasználatban érhető tetten, tehát ugyanúgy, ahogy a népköltészet is magában népdaloknak az építkezésében és a kép struktúrájában ismerhető föl, és ilyen formán majd mindenképpen térjünk ki Csóri nyelvszemléletére, illetőleg a metafora használatára, mert azt hiszem, hogy bármi furcsa is ez első hallásra, a nemzet képéhez nagyon szervesen hozzátartozik. Még mielőtt, ez nagyon fontos, hogy mielőtt erre rátérnénk a metaforára, amiről te is írtál, ugye kitűnő tanulmányt ezzel kapcsolatban, még azt mondanám, hogy a Csóri esetében azért az eszékben
élesen elválik a politikának két része, vagy két szintje. A állami és a nemzeti politika, és azért kapcsolnám ezt ide, mert a nyelv és az irodalom kérdéséhez pont a nemzeti rész kapcsolódik, ami azért leválasztható, nem is olyan nehezen az állammal kapcsolatos politizálásról. Ugye az állami politika az egy intézményi politika, gazdasági, jogi vonatkozásai vannak. A nemzettel kapcsolatos politika meg a hagyományokban, az eszmékben, a szokásokban, adott esetben még az ösztönökben is, és nagyon fontos, hogy a nyelvben jelenik meg. Úgyhogy jó, nyilván, hogyha valaki a politikai tevékenységét akarja kritizálni, akkor úgy is bevonja ezeket a szempontokat, hogy na jó, meg lehet különböztetni, de most nem különböztetjük meg. Oké, a lirája olyan volt, amilyen, de most azt nem úgy nézzük. Ugye, mert mégiscsak egy valaki, egy személyhez kötődik ez, és jó, írt ilyen verseket, de amúgy meg az MDF alelnöke volt. Tehát ezt még azért politikai szempontból mindig a személyre fogják vetni, ha valaki nem kész arra, hogy elvonatkoztasson ettől, vagy úgy gondolja, hogy a politikai szempontok fontosabbak. Illetőleg azért az elvitathatatlan, hogy a költészetnek egy többlet feladatot is tulajdonít Csóri. Az egyik eszében azt írja, hogy a magyar költészet, talán a magyar irodalom ott kezdődik, ahol a pusztulás. Mm. Tehát, hogy mindenképpen például az állami szuverenitás hiánya miatt a Mohácsi vész után az irodalomra, különösen későbbi évszázadokban a magyar nyelvű irodalomra, a nemzeti irodalomra már többlet feladatok hárultak, és ezt nyilván nem is szeretné eltávolítani magától. És én azt gondolom, hogy ehhez kapcsolható szervesen az, hogy ő hogyan viszonyul a metaforához. Hát a Csóri metafora ugye mindig a látványból indul ki. Tehát van egy adott konkrét látvány, amelyet összekapcsol valami belső látvánnyal, és ez a kettő aztán valamiképp összerobban. Én itt rengeteg érdekes metaforáját fölírtam, és mondanék is néhány olyan példát, amely azt mutatja meg, hogy miként volt ő mégis valamennyire szürrealisztikus. Mondjuk, ha azt idézem, hogy valahol most egy tulipán szájú kicsi szamárka ordibál. Ez a tulipán szájú, ez az, ami az egészet hirtelen szürreálissá, csodaszerűvé költészetté teszi. Vagy szürrealista festmény tulajdonképpen. Igen. Vagy koponyám füst és nikotin kaszárnya. Itt egyébként ennek a versnek a kontextusában amúgy is a küzdés, a harc van a nemzetért, a megmaradásért, mit tudom én. Tehát az a kaszárnya így kapcsolódik az egészhez, de hát önmagában egy abszolút szürrealisztikus kép. Vagy részeg vizek vőféje vagyok, mondja magáról valahol. Vagy ki akarja az elmeddült asszonyok völgyét telehordani tulipánnal. Egyébként a másik érdekesség a Csóri képi világában, hogy van néhány központi motívuma, ami az egész költészetét végigkíséri. Ilyen a hó, ilyen a szem, a látással kapcsolatos motívumok, ugye a szakadékok a szemem alatt, és hasonló kifejezései vannak. Szóval valamiképp a Csóri metafora az nem úgy építkezett szervesen, mint mondjuk egy Baka István versben, hogy a versen belül egyetlen képzett világhoz tartoznak, hanem a vers egyes szakaszaiban vannak bizonyos metaforikus képzetek, és teljesen más képzetek sorakoznak, de mégis a legjobban megszervezett verseiben ezek nagyon finom hálózatszerűen összekapcsolódnak. Ugye a másik kérdés, ami a Csóri recepcionál gyakran fölmerül, föl is rótták neki sokan, hogy hasonlatokat használ, főleg a 60-as, 70-es évek költészetében. Valamikor a 94-es Hattyúkkal ágyútűzben kötettől jön az, hogy kevesebb a hasonlat és több a csonka metafora, vagy egyáltalán a metafora, de hát ezek a hasonlatok, tehát a hasonlatnak ez a Gottfried Benttől eredeztethető a mintet ki kell írtani a költészetből, és így tovább. Ez azt hiszem
nem teljesen igazolható. Hát itt fölírtam néhány fantasztikus, hasonlatszerű dolgot Csóritól. Ez a Berzsenyi elégiájából van, hogy oroszlános állkapcsaimat már a döglött salátalevél is megkínozza, mintha lepedőmet etetné velem a hóhér. Hmm. Egyrészt ezt metaforában nem lehet megoldani. Másrészt a hasonlat két részében két különböző világ nyílik ki. Hát az egyik az ember étkezése a salátalevéllel, a másik meg egy brutális durva dolog, amikor a hóhér lepedővel tömi be valakinek a száját. Vagy ez egy nagyon finom, egyszerű kis kép, de gyönyörű, hogy elindulnak az első méhek is föld közelben, mint fáradt aranyásók. Vagy azt mondja, Isten, mint az eszelős lír király, gazos mezőkön tébolyog. Ez a tébolyog külön kedvencem, ugye, mert a tévelyeg és a téboly és lír király szavakból. Tehát azt hiszem, hogy az a szemrehányás, hogy a hasonlatokkal tulajdonképpen kizárja a több értelműséget, a többféle értelmezési lehetőséget, ez nem állja meg a helyét, nagyon gyakran inkább kinyitja a versnek olyan síkjai vagy különböző útjai nyílnak ezáltal, ami tulajdonképpen a Csóri versnek az alapja. Tehát ő kiindul egy közérzeti állapotból, amihez kapcsol egy látványt, de utána a kép ezeket távlatossá teszi, és a legjobbak esetében, tehát csak egy ilyet jelzőszergezet, Golgotás gödrök. Vagy egy korai verséből, amit nagyon szeretek, Rücskös kőcserép, ami ugye azért teli találat, mert a kőcserép valóban rücskös. Mi mondhatnánk, hogy bordázott. Na de ha a rücskös, a CK hanghatás a cserépben is ott van, vagy a CR hanghatás. Tehát Csóri nagymestere volt egyébként a metaforának és a képi látásmódnak, kincses bánya. Igen, és tulajdonképpen válaszoltál is arra a kérdésre, hogy milyen volt Csóri költészetének nyelvszemlélete, mert egyáltalán nem lehet olyan leegyszerűsítően megragadni azt, hogy ez egy logocentrikus szemlélet, ahol hisz abban, hogy a világ megismerhető, az igazság kimondható, és ugye moralistaként arról szólnának a versei, hogy az olvasóval el akarja hitetni, hogy ő az, aki az igazságot szolgáltatja a valóságban, tehát nem egy ilyesfajta költői igazságszolgáltatás Csóri Sándoré, hanem nagyon is nyitott művek az ő versei, kérdez folyamatosan, és a nyelv kimeríthetetlen jelentés mezeiről tesz tanulságot az összes Csóri vers, akár a Közeledés a szavakhoz című esszéjét is példának állíthatnánk ide. De még annyit hagyd tegyek hozzá ehhez, hogy a természetes nyelvből kiküszöbölni a inkonzisztenciákat, a félreértés lehetőségeket, hogy egzaktá tenni ezt a nyelvet, és akkor a lehetőleg a költő nyelvet is ehhez hasonlítjuk. Ez már azért egy régebbi elképzelés, de a 20. században ez erősen megjelent. Mondjuk a természetes nyelv különböző kritikái, ugye, vagy a metafizikai nyelvhasználat különböző kritikái ott a 1920-as, 30-as években, de mondjuk a valamilyen művészet vagy költészet teoretikus, te is említettél egy nevet, azzal a programmal lép föl, hogy a hasonlatokat kerüljük, vagy negligáljuk, de lehetőleg inkább antimetaforikus is legyen a költészet. Ez nagyon jó program, mert ez annyira hősies, hogy a lehetetlenre törekszik, és oké, lehet néhány példát, mint az üres lap költészete, vagy valami ilyesmi. Ez lehet egy érdekes jegyzet, lábjegyzet a költészet történetében, de azt hiszem a költészetnek ez a hagyományosabb a képiségre, a metaforára, hasonlatra ugye, épülő rendszere, vagy ez azért túl fogja élni ezeket a kísérleteket, én azt hiszem. Hadd hozzak még egy példát, ami talán arra a legjobb példa, hogy kap hirtelen távlatot a Csóri vers. Tehát a Bölcsőhelye mesőben, ez ugye egy érett kori Csóri vers, visszamegy a falujába, és abban van a következő két sor, s a fészer falán kezek, vasfellák árnya, a vakolatba beleégve,
mint hiroshimai emberiszony. És itt innentől már bőven nem csak a bölcsőhelyemnél vagyunk, a bölcsőhelyemhez oda van kapcsolva az apokaliptikus pusztulás, egy olyan elképesztő látványötlettel, hogy ugye beleégve a szüleinek a múltja, a kezek, meg a vasvellák árnya a falba, és hát ehhez ez a szörnyűség, ami a hiroshimai volt. Igen, most beszéltünk a metaforikus lírájáról Csóri Sándornak, ugye, amit én radikális hasonlóság elvének neveztem, mert valóban annyira ezekre a hasonlatokra épül. Beszéljünk még egy picit a metaforikus esszéről, mert azt hiszem, hogy bár merész állítás, de tudnék hosszan érvelni mellette, hogy azért a nagyon is hiányos magyar politikai filozófiát a magyar esszéirodalom legalábbis részben pótolja, vagy pótolni kényszerült. És hogy van ez Csóri Sándornál a metaforikus esszé és a politikai jelentéstartalmak viszonya? És hadd hozzak egy idézetet még gondolatébresztőnek. Ugye Gyurgyák János azt írta a nemzet eszméről szóló nagy monográfiájának a végén, hogy az a fajta metaforikus esszé, amit például Csóri Sándor is használt, az már csupán irodalmi esszévé vált a rendszerváltás után, és politikailag már nem tudjuk rekontextualizálni és érvényessé tenni. Ebből te mennyit tartasz? Mi minden igaznak? Tiszteletem a hivatkozott szerzőjé, de talán ez egy elhamarkodott kijelentés volt. Tehát arról beszéltünk itt eddig, hogy ezek a politikai problémák mennyire kontextuálisok még ma is. Az, hogy most műfajilag az az esszé, amit ő képviselt, ez a hosszabb, legalábbis közepes terjedelmű esszé, amelyben vannak ugyan személyes, aktuális, személyes családtörténetre vonatkozó elemek, filozófiai, politikai, művészeti elemek, és olyan csodálatosan összehozva egy szövegbe, hasonlatokkal akár, hogy mihez hasonlít ez a múltban, ugye? Akkor a magyar történelem 5000 éve mondjuk bekerül az eszékben, és ugye ezek mondjuk azért igényelnek valamilyen elmélyülést az olvasó szempontjából. Én is tartok tőle, hogy ilyen értelemben ezek a mai kommentháborúk idején talán már nem annyira kontextualizáltak, de azok a problémák, amiket fölvetett, azok maximálisan aktuálisak szerintem. Ennyiben nem értek egyet a kollégával. Hát annyiban igen, ahogy az előbb mondtam, hogy ez a műfaj ilyen szempontból talán most legalábbis szünetelteti jelentőségét a magyar közéletben. Igaznak gondolom azt, amit mondtál, ez a politikai filozófia, hát általában is a magyar filozófia, bár nem volt teljesen elhanyagolható sohasem, de mondjuk nem volt a filozófia, nem volt az a magyar tudomány, ami talán lehetett volna, és ezt pótolták ezek az esszék, amelyet vagy költők, írók, vagy történészek, vagy egyéb más értelmiségiek írtak. Hát itt, de egyébként Csórinál megfigyelhető a konkrét filozófiai hivatkozás, sok sora Sartre, Camusre, Heideggerre is néhány helyen, meg másokra, de mondjuk az a fajta filozófiai szöveg, ami mondjuk az akadémiai filozófiát jellemezte az egyetemi előadásokban, tankönyvekben, ez nyilván nem jelenik meg nála így, és ezen túlmenően, hogy a filozófia kijöjjön az egyetemek szűkös tanszékeiről, és ráadásul meg ezek a tanszékek ugye sokáig marxista tanszékek voltak. Ennek Magyarországon talán a rendszerváltás után voltak erre utaló jelek. De valóban a múltból, tehát mondjuk a 60-as, 70-es évek irodalmából kevésbé a filozófia irodalom, mondjuk a marxista filozófia érdekes ma, és ilyen sokkal érdekesebb a Csóri esszéi például. Ugye? Sőt, még tovább megyek, hogy a Lukács Györgynek az 1950-es, 60-as években írott, egyébként hát elképesztő fegyvertárral megírt marxista nagy köteteitől is néhány kis Csóri esszé, akár amit te idéztél, a Szántottam gyöpöt, meg elindul a 12 kőműves, vagy a Magyar Apokalipszis című esszéje, hát szerintem én filozófusként nyugodtan kimerem mondani, érdekesebb, akár még filozófiai szempontból is. Igen, és tegyük hozzá, hogy azért a 60-as, 70-es évek egy nagyon leszorított korszak volt a magyar szellem történetében. Hát rengeteg filozófiai irányzat egyszerűen megismerhetetlen volt, és ugye... Ugyanakkor a Csóri esszék relevációt jelentettek abban az időben. Tehát én nekem úgy rémlik az idősebb pályatársak visszaemlékezéseiből,
hogy egy-egy Csóri esszé sokkal nagyobb hatással volt rájuk, mint egy Csóri kötet. Így van, hát ugye a Nomád Napló című könyve, ami hát tulajdonképpen Nomád Nemzedék néven egy szellemi irányzat is eredeztethető onnan. Csak azt akartam még fölhozni példának, hogy a Belvárosi Asztal Társaság ugye nagy izgalommal forgatta ezt, Csóri többször el is mondta, a Korunk Szellemi Körképe című francia antológiát, amit én direkt egyszer megszereztem egy antikváriumban. Hát tulajdonképpen ilyen 5-6 oldalas kivonatokban lehetne megismerni a 60-as évek divatos filozófiai irányzatait. Nyilván ez egy szükséghelyzet volt, mert igazán megismerni nem lehetett. Ugyanakkor mégis az a fajta tájékozódási irány, érdeklődés, törekvés az tetten érhető itt. De az esszék nyelvéhez visszatérve tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen ez a fajta esszényelv Kosztolányiig nyúlik vissza. Tehát gyakorlatilag Kosztolányi egyfajta Origó, aki maga is tulajdonképpen úgy gondolta, hogy a nyelv teremt meg mindent. Csóri is ezt gondolta a nyelvről, miközben nem gondolta, hogy a nyelv uralhatatlan, és hogy a nyelv csapdájában vergődünk, tehát ez az ő metaforikus esszé nyelvénél szóba se jöhetne ez a gondolat. De ugye Kosztolányi után I.S. Gyula, Csé Szabó, Szabó Zoltán, ezek voltak a mintaadók, és Csóri ezt a fajta esszé nyelvet vitte tovább, még modernebbé téve, most nem tudom, hogy nem hasonlítgattam össze, hogy milyen módszerekkel, de valahogy a Csórinál az érzékletesség az a legfontosabb. Ő a nyelv érzékletességében bízik, és annyira a kultúrnemzetet is nyelvben gondolta el, hogy ugye azt mondta, hogy 2004. december 5-e után, aki nemmel szavazott, annak le kellene vetköznie a magyar nyelvet. Igazoljon át egy másik nyelvbe, mondta ő. Igen, és zárásképpen egy picit a rendszerváltás utáni Csóri Sándorra térjünk ki. Ugye az ő költészete is megváltozott akkor, néhány gondolatot talán ez is megérne még, ezt a recepció nagyon sokszor emlegeti. Másrésztről viszont hát szembe találkozott a demokráciának nevezett valóság problémáival és ellentmondásaival, azok után, hogy a diktatúrát már kiismerte, tulajdonképpen leleplezte, ugye a Félig bevallott élet című esszékötetét szokás itt emlegetni, hogy minden csak félig lehetett kimondani, és emiatt a nemzet az igazságaira nem tudott ráismerni. Hogy látta a rendszerváltás utáni világot Csóri akkor az esszében és a versben? Nagyon röviden össze lehet foglalni, néhány évvel később írta, hogy akár demokrácia is lehetett volna belőle a rendszerváltás kapcsán. Ott néhány, volt neki ez a nemzetellenes állam meghatározó gondolata, és úgy látta, hogy ez lett volna lehetőség arra, hogy ezt a történelmi szakaszt túllépjük. De sajnos nem, vagy legalábbis nem tökéletesen sikerült ez, és akkor három vagy négy olyan elemet szokás kiemelni ezzel, amit ő is kiemelt, hát természetesen a 2004-es kettős állampolgársági népszavazást, azt megelőzően pedig pont az első szabad választások előtti és utáni korszakot egyik nagy csalódása az volt, hogy az a pártosodás túlzottan korán megindult, nem minthogyha a pártok nélkülözhetőek lennének a demokráciában, bár erre is voltak a népírók esetében kísérletek, szellemi kísérletek, hanem egy alkotmányozó nemzetgyűlésnek kellett volna megelőznie új alkotmánnyal, olyan fajta intézmények kialakításával, ami a szembenézést lehetővé tette volna. Nem is néztünk szembe, jött is a MDF-SDS paktum. Az első amelyre ugye azt mondta, hogy 6 párt helyett tulajdonképpen igen. Két párt, innentől hol van a demokrácia. És sőt, mert nem is két párt, két ember. Ugye, a alelnöke volt az MDF-nek, és nem tudott róla, ugye? És ez visszahozta azt az élményt, ami ugye addig is elitek kormányoznak, most is elitek kormányoznak, ugye? Tehát, hogy nem történt igazi változás. Ugye ilyen szempontból, és még egyszer, hát a 2004-es sikertelen népszavazás, ugye az tulajdonképpen az egész munkásságnak az egyik csődje, vagy úgy is értékelte, hogy a határon túli magyarokkal, a határon túliek és a határon belüliek összekapcsolása, és az egész világ magyarságának az összekapcsolása, hogy ez
hogy ez itt most nagy kudarc volt, de azért még ott is megjelent, hogy hogyan lehetne ebből kijönni, tehát hogy a igazságot leszavazni le lehet ugyan, de megalkotni is meg lehet. Tehát hogy az igazságot nem lehet szavazatokon eldönteni, és előbb-utóbb majd csak sikerül ez valahogy. Igen, ugye a Duna Televízió megalapítása, a Magyarok Világszövetsége is Csóri Sándor nevéhez fűződik, de tulajdonképpen ezekben a cselekvő időszakokban alig jutott ideje verset írni. Igen, hát ugye nyilván politikai és eszmetörténeti szempontból is az ő 89-es a Világ Emlékművei kötete egyfajta határpont, ahonnan egy másik költészet indul. Hát azt szokták mondani, hogy 2-3 évig nem írt verset, tehát akkor ez vonatkozik mondjuk 89-90-91-re sejtésem szerint, mert azért 94-ben megjelenik a Hattyúkkal ágyútűzben, amelyre például Márkus Béla irodalomtörténész azt mondta, ugye, mert Csórinak volt egy Második születésem című 67-es kötete is, azt mondta, hogy ez a Harmadik születésem címet is viselhetné, annyira megváltozott a költészete. Nem földrengésszerű, nagyon finom változások vannak, groteszkebbé válik a hang, sokkal több groteszk, majd már bizarr képek jelennek meg. Azt is mondja Márkus, hogy ezek már vicsorgó énekek. Sokkal több a versekben a disszonancia, bonyolultabbá válnak sokszor a mondatszerkezetek, a viszonylatok. Ugyanez igaz, egy csoportba tartozik a 96-os Ha volna életem és a 2001-es Csöndes tériszony, majd ezek után jön a két utolsó kötete, 2005-ből a Futás a ködben, és 2010-ből a Harangok zúgnak bennem. Nyilván az élet koránál fogva is ezek valamelyes, talán egyenetlenebbnek mondhatók, ugyanakkor én mégis úgy érzem, hogy még itt is teljesedett ki ez a költészet. Tehát még az utolsó két kötet is tudott olyan változásokat, hangokat hozni, persze keserűbbé vált, sokkal több a nem panasznak mondanám, hanem a de nem is háborgás, hanem elkeseredett vívódás a verseiben. Esetleg nem tudom, megengedhető-e, hogy a legutolsó versét fölolvassam. Olvast föl, Gábor, igen. Legalábbis az utolsó kötet utolsó verse nem hosszú. Hogy megvan-e még? Haza, gyorsan haza az elveszett hazákból, ahol az alkonyat, mint ketté tört kocsitengely fekszik a gazban. Haza, gyorsan haza, akárha fejvesztetten is, hegyeken, patakokon, temetőkön át, sóbányák tompa fényében, ahol sose láttam egyetlen ajtót. Fut egy asszony az ég alatt, nem tudom, dombokon fut-e, vagy már csak az én képzeletemben. Olyan vékonyka, mint egy nagypénteki fűszál. Talán ő az az örökös menekülő, aki gólyafészkeket keres a háztetőkön, otthont a templomokban, s anyaországot a vadsóskák között, amikor már a darazsak is elnyugodnak. Síratnom és káromkodnom kéne, ledobnom kővel ezt a szerencsétlent, de sietnem kell, sietnem haza, hogy megvan-e még a boldogtalan bűnök hazája, hogy megvan-e még. Köszönöm szépen Nagy Gábornak és Farkas Attilának, hogy Csóri Sándor életművét felidéztük és elemeztük. Egy személyes gondolattal kezdtük, és egy személyes gondolattal zárom. Csóri Sándor a 17 kő a parton című esszé kötetét úgy dedikálta nekem, hogy ne feledjem, magyar költőnek kell lennem minden áron. Hogy mit jelent ez magyar költőnek lenni, és hogy lehet-e ez még a 21. században, ez mindenképpen egy nyitott kérdés, de azt hiszem, hogy egy olyan feladat, amit meg kell kísérelni. És köszönöm szépen a figyelmet.